A teketőn néznek az új Logitech UE Boom-mal, ami egy nagyon szép kis hangszóró. Itt feketében kaptuk meg, van egy csomó színben, vagy mindjárt megmutatom nektek az iPad appen, hogy ott lehet látni, vagy az iPhone appen, hogy milyen színek vannak még, vagy egyszer elmentek arra a weboldalra, hogy ultimateearsboom.com azt hiszem, de majd pontosan megmondom, logitech.com-on is persze megtaláljátok az információt, itt lent látjátok, onnan olvastam éppen le, hogy tényleg lehet még ott is persze további termékeket találni, és persze magyarul is akár rá van írva az, hogy mi van benne, tartalom, Ultimate Ears Boom persze, micro USB kábel, hálózati tápegység és ennyi is. Ezt majd én is nektek mindjárt megmutatom, meg persze azt is, hogy tényleg hogy néz ki a készlék, nem csak egy képen, és persze nem csak egy iPhone-nal fogom konnektálni, persze azt is szupportál, lehet használni azzal is, akkor is, hogyha NFC és fekete a készülék, és különben wireless speaker, Bluetooth-val még ide rá van írva, smartphone-okhoz is, tabletekhez, de persze akár notebookhoz is tudjuk konnektálni, ahogy majd meglátjátok. Úgyhogy lehúzzuk itt ezt a kis csomagot, akkor látjuk, hogy nagyon szép kis dizájnos itt ez a csomag, amit egyszerűen is simán fel tudunk hajtani, ez a rész itt igazából nem csinál semmit, csak ott tartja a készléket a helyén, és akkor már is itt ki tudjuk venni a boomot. Ezt mindjárt pontosabban megnézzük, meg majd össze is hasonlítom egy pár másik készlékkel, ami ugyanígy 199 euróba kerül, kb. Vagy akár olcsóbb is, de csak hogy a méretben meg hangban halljatok egy kis különbséget, vagy lássatok igazából különbséget méretben, a hang különbséget majd lehet, hogy máskor mutatom be, mondjuk a Sonyval szerintem már is be is tudom. És először folytassuk azzal, hogy mi van itt benne a dobozban, van egy kis felírás itt, ahogy látjátok, hogy áram. És hogyha ezt kinyitom, ezt a kis dobozt, felhajtom, akkor látjuk, hogy van benne egy ilyen neon sárga színű USB töltő, mint a telefonoknál, és semmi különleges, 2.1 ampert ad ki 5 voltnál, azt hiszem. Igen, és aztán van az az érdekes még talán benne itt az európai változatban, hogy nem csak egy német, mármint hogy európai töltő van, hanem egy UK is, mármint hogy Anglia. Úgyhogy itt nem tököltek, elég szépen megoldották azt, hogy tényleg egész Európában lehet majd tölteni, ezt vissza bele is rakom ezt a kis pukkot, és a másik oldalt van még egy, kicsit vékonyabb, kicsit több minden lesz benne, akkor is, hogyha vékonyabb, kezdjük azzal, hogy van itt egy ilyen kis kis, vagy egy kis áramjel rajta, hogyha ezt leveszük, akkor látjuk, hogy minden nyelvben van itt két oldalnyi leírás, hogy tudjuk bekapcsolni a készléket és NFC-vel konnektálni. Van benne persze egy micro USB kábel, hogy fel tudjuk tölteni majd a készléket, hogyha még nem lenne nekünk, és egy Ultimate Ears garanciakártya. Ezt vissza is rakom. És akkor tényleg marad az Ultimate Ears Boom, nagyon szép kis készlék, nem túl nagy, nem túl kicsi, van egy jó kis súlya, nem könnyű sajnos, persze nem lehet olyan könnyű, mint egy smartphone, de azért nem is annyira nehéz, hogy most nem raknám bele egy hátizsákba, vagy például egy ilyen nehéz készlékhez nem lehet összehasonlítani, vagy igazából össze lehet hasonlítani, ahogy mondtam, mert ez is 200 euróra kerül, ez a SRS BTX300. Jobb is a hangja, mivel egy stereo hangszóró van benne, de ezt is tudjátok stereóban használni, hogyha vesztek egy másodikat, mondjuk akkor már 400 eurónál tartotok, lehet egy appal mind a kettőt konnektálni egymáshoz elég szépen. Különben ezt le is rakom. Ez vízhatlan, de nem úgy, hogy bele tudjuk dobni a vízbe, hanem csak például, hogyha rá csurog a víz itt a külsejére, nem történik semmi, de mivel az alján itt van a micro USB bemenet és egy auxiliary in, vagyis aux in, vagyis magyarul egy felragadó bemenet, 3,5 mm konnektorral hozzá tudjuk dugni a telefonunkat például, akkor igazából látjuk azt, hogy itt például komplet nem vízhatlan, hogyha egyszerűen így áll, és mondjuk rá öntünk egy boros üveget, vagy valamit, tényleg nem történik az ég egyet a világon semmi, mivel itt tényleg szépen gumizva van az egész, és különben ez a része itt tényleg olyan úgy van megoldva, hogy úgy van így megvarva, vagy megcsinálva ez az anyag, hogy tényleg nem tud átmenni rajta a vízcsepp, vagy hasonló. Ha már teténet tartottunk, itt látjuk, hogy itt van a be- és kikapcs gomb, van egy kis Bluetooth jel, vagy gomb egyben, kis leddel rajta, és elő van a plusz és mínusz gomb, plusz ez itt az NFC rész igazából, ide tudjuk majd ide tartani a telefonunkat, majd mindjárt be is mutatom a Sony-nak a Xperia SP-jével, de először is kapcsoljuk be a készléket,
tartom ide a hangszóró vagy a mikrofonomhoz azért, hogy halljátok, hogyha majd dübög egyet, mert hogyha bekapcsoltok, akkor dübögni fog. Mondjuk, amit még nem szabad elfelejteni, az nem csak, hogy fel lehet akasztani az egészet a falra, vagy valahova máshova, mondjuk a falra nehéz lesz, mert középen van, hanem ezt itt ki is tudjuk csavarni, és szépen bele van csavarva, jó erősen, és akkor akár egy statívra, mármint, hogy mint egy kamera állványra rá tudjuk ezt így rakni, kint a kertünkben mondjuk kettőt, akkor a kettő sarokba kis bulin, és az nem lesz, vagy elég szépen lesz így majd használható. Vissza is csavarom, és bekapcsolom nektek a készléket. Hallottátok remélem, kicsit dübögött egyet, dobolt, és ahogy látjuk, hogy világít is fehéren itt a kis LED, és a Bluetooth-ja még nem világít, majd akkor világít ez is fehéren, hogyha konnektálva vagyunk hozzá. Az iPhone-om az előbb magától konnektált, de most nem tette meg, úgyhogy kezdjük a Sony készlékkel, amin egyszerűen az NFC-t, hogyha be van kapcsolva, oda tudjuk tartani. Látjátok, csak unlockolni kell, most éppen itt vagyok a zeneprogramban. Ide tartom, és hogyha legelőször történik, akkor még megkérdez, hogy tényleg akarsz hozzá konnektálni, különben most itt csak lent kijött azt, hogy connecting to UE Boom, mármint, hogy konnektál, hallottátok, még dübbent egyet, ez azt jelenti, hogy valaki rácsatlakozott, és hogyha most lejátszom a zenét, mondjuk elejétől, akkor itt maximális hangerőn van az egész, ezt le is rakom. Ezt most alig halljátok, kicsit mondjuk, de tudom hangosabbra venni itt. És ez még csak másodjára nyomtam meg, azt hiszem, hogy 15-ször lehet megnyomni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon hangos lesz az egész készlék. Röviden még csinálom nektek. Láttatok, itt megnyomtam mind a két gombot egyszerre, hogyha egyszer megnyom mind a kettőt, akkor megmondja azt nekünk, hogy mennyire van feltöltve. Nagyon szép kis feature, de hogyha például rá vagyunk csatlakozva egy Alma telefonnal vagy iPaddel, akkor akár azt is látjuk, hogy itt a készléknek a felső lécében, hogy mennyire van feltöltve egy kis csíkkal. Ezt a funkciót már biztos láthatok, mindjárt meg is mutatom nektek. Belemegyek itt a settingsbe, Bluetooth-ra, és látjátok, hogy az van ki, vagy not connected. Konnektálok az UE Boomhoz. Még játssza a zenét is. Még mindig játssza, akkor is, hogyha konnektálva vagyok. Megjelent itt ez a kis jel, ahol mutatja nekem, hogy mennyire van feltöltve. De hogyha most itt például elkezdek játszani zenét az iPhone-ról. Érdekes. Átameddig úgy volt, hogy akkor, mármint hogy az előbb úgy volt, hogy először, majd utána folytat ezen a zenét. Érdekes. Na nem baj. Akkor nem játszunk le zenét, hanem megmutatom nektek addig az appet. Ezt addig le is rakom. Méghozzá az app az persze ingyen van. UE Boom. Kicsit közelebb jövök. És úgy látjátok, hogy most éppen problémázik egy kört. Be is kapcsolom, ki is kapcsolom ezért röviden az appet, még egyszer lejátszom, vagy elindítom. Látjátok, itt vannak a különböző színek. Mondjuk ezeket a weboldalon is látjátok, és hát néha ilyen problémás, tükörben annyit tud az app, hogy megmondja nekünk, hogy mennyire van feltöltve a készlék. Megmondja azt is nekünk, lehet filmvábdétet is csinálni, meg hasonlókat, van Androidhoz is persze ilyen app, és különben azt is be tudjuk állítani majd, hogy hogy mondja be, vagy bemondja egyáltalán azt, hogy 40%-ra van töltve, meg hasonlók, és hogyha konnektálva vagyunk amúgy, és most valaki felhívna itt a telefonomon, akkor hogyha itt felveszem, akkor van benne mikrofon is, és mikrofonként is lehet használni, mármint hogy kihangosítóként, mondjuk a kocsiban majd valahol, vagy kint a kertben. Mondjuk nem ideális az, hogy meg kell nyomnom tényleg a telefonomon azt, hogy fel akarom venni, de igazából még ilyet sem tud, hogy azt tudom mondani, hogy következő, meg utolsó hang, vagy zene, meg ilyen dolgok, itt van egy nekem ilyen kis készlék, ahhoz, ami tud ilyeneket, de hát ja, minimálisan akarták tartani, gondolom ezt a kis készléket, ezért nem tud egyszerűen olyan sokat, de mondjuk ilyen nagyobb készlékek se tudnak olyat, mondjuk itt csak fel lehet venni, de itt se lehet menni a következő, meg utolsó dalhoz, se ennél, se itt a Samsungomnál, ami egy DAF
F60, ami is NFC-t tud, meg egy hasonlókat, itt is hangerőt lehet állítani, de semmi mást igazából, ami eléggé kár 200 euróért, azért tudnának ilyet, ezért egy ilyen kis 70 eurós geoblockot is ajánlhatok nektek, hogyha kicsi olcsóbbat kerestek, és annak is sztereó a hang. Ja, de ezt majd minden mutatok nektek, majd mindjárt itt hátul lejátszok egy pár dalt, és majd egy kicsi vizet is rácseppentek, hagyom, hogy vizes legyen, és akkor majd meglátjátok, hogy tényleg milyen. Köszönben nézhetek a Tech2-nél, ez volt a Logitechnek az Ultimate Ears Boomja hangszóró, ami NFC-vel, mindenféle készlékkel működik, de akár simán Bluetooth-val, vagy rádugjuk, sajnos a kábelt nem adják hozzá, de ezt olcsó meg tudjátok valahol venni, ezt a sima 3,5 mm kábelt, vagy akár egy másik készléknek a kábelét használjátok, amit majd én fogok persze csinálni. Köszönben nézhetek, ne felejtsetek minket abonálni, nevem Gál Balázs, és legközelebbig. Thank you.